Szeptember 9-én a Szüreti Hangulaté és a Boroké volt a főszerep Dombováron. A város legnagyobb borhoz köthető rendezvénye a Dombovári Német Nemzetiségi Önkormányzat, Dombovár Város Önkormányzata és a Dombovári Kulturális Szolgáltató Központ szervezésében valósult meg. Néhány éve született meg a gondolat a Német Nemzetiségi Önkormányzatban, hogy valamikor szeptember vagy október elején tartsunk egy dombovári borfesztet. Én nagyon örültem neki, hiszen azt gondolom, hogy ez egy olyan összefogással állt a jöhetett létre, amiből nem maradott végig a Dombovári Kárbarát Egyesület se, a Dombovári Műfás se, és még néhány civil szervezet is odaállt az ügy mellé. Alapvetően azt gondolom, hogy a Német Nemzetiségi Önkormányzatnak köszönhető ez a mai rendezvény is. Ebből adódóan fellépőknek túlnyomó része a német kulturális körből kerül ki, illetve hagyományozott a csoportok lesznek. Tavaly évben nagy sikert aratott az utcabál, hiszen olyan zenekar sikerült találni, akinek mindenkinek elhúzta a nótáját, és a késő esti órákban azt gondolom már a jókedve is megjön mindenkinek, hiszen a borkóstolás óvatatlanul hozzátartozik a mai eseményhez. A rendezvényt Pintér Szilárd polgármester és Páldi Ede, az Éles Simon Kertbarát Egyesület elnöke nyitották meg. A mi egyesületünk az tavaly ünnepelte az 50. születésnapját, és ami kertészettel kapcsolatos virág, gyümölcs, szőlő, bor, ez mind a mi területünkre tartozik, ezekkel a dolgokkal foglalkozunk, és ilyenkor, amikor van egy ilyen városi rendezvény, akkor ez alkalom arra, hogy a borainkat is megkóstoljuk. Hát ha egyszerűen akarnék fogalmazni, ugye, akkor fehérrel, rozéval és vörös borokkal. Régen itt Dombováron direkt termőszőlők voltak, de azután, hogy megalakult a Kertbarát Egyesület, egyre jobban térhódítottak a nemesebb szőlőkből készült borok, így az olasz riesling, a chardonnay, a kékfrankos, most már a vörösbe a cabernet borok kezdenek divatossá válni, mint máshol is. Ugye az írsai olivér, amiből már nagyon sokan pálinkát is csinálnak. Hát igyekszünk a teljes szortimenttel foglalkozni. Hát tulajdonképpen itt a szervezésnek a fő intézői, a művelődési ház, az önkormányzat és a német közösség. A mi szerepünk az leginkább abban van, hogy a rendelkezésünkre bocsátott faházba a borainkat kínáljuk azoknak, akik kedvet éreznek a borainkhoz. A kihelyezett faházikókban nem csak a borok, de a helyi kézművesek is helyet kaptak, akik kézműves portékáikat árusították a kilátogató vendégeknek. A késő nyári időjárást jó hangulatban és finom borok mellett élvezhették a rendezvényre látogatók. A Domborfest már hagyományosnak mondható, talán annyi változás van a korábbiakhoz képest, hogy egy picit időben hamarabb került. Ennek az volt az oka, hogy számítottunk a jó időre, és ez a jóslat szerencsére be is következett. Mindig van egy kulturális program része, és természetesen a kulturált borfogyasztásról is szól ez a program. Puskáznom kell, ugyanis változások voltak a programban. Igyekeztünk színesen összeállítani. Most Edwin Meisternek hallhattuk az énekműsorát, aki egyébként Hollandiából költözött Magyarországra, most már 10-12 éve itt lakik, és egész szépen beszél magyarul is. Egyébként ő több hangszeren is tud játszani, most épp az ének tehetségét fitoktatta, hogy mutatta be itt nekünk. Aztán éppen most a megnyitó zajlik ezekben a pillanatokban, Pintér Szilárd polgármester és Páldi Ede a Kertbarát kör elnöke nyitják meg a mai programot. Aztán ezt követően Staudt René fog énekelni a színpadon. Siófokról érkezett a siófoki bordalkör hozzánk. Minden évben egy más bordalkört igyekszünk megkívni, hiszen egy ilyen program elkerülhetetlen a bordalok nélkül. Aztán Kaposváról érkezik a Kiskondály zenekar, ők népzenét játszanak, korábban is sokat voltak itt nálunk. Egy kis népi tánc is a Csíkos Töttösi Német Nemzetiségi Tánccsoport képviseli Csíkos Töttös települést. Aztán következik utána a tombola sorsolás, hiszen aki itt egy-egy deci bort fogyaszt, kap egy deci bor mellé, kap egy tombola szelvényt, és hát egész komoly felajánlások vannak, ez lesz 18 órakor. A Doze együttes, tehát a Dombovári fúvózenekar játszik Valaska János vezetésével, és utána pedig a Senior Kaposvári zenekar 19 órától kezdi a fantasztikus koncertjét, utcabáját egészen 23 óráig. A szervezők a Dombovári Művelődési Ház előtti téren fellépőkkel, helyi és meghívott borászokkal, árusokkal, tombola sorsolással és utcabállal is készültek.